A nemzetközi konferencián 17 állam oktatási minisztériuma és mintegy 80 egyetem képviselteti magát. Ana Brnabić, Szerbia miniszterelnöke reményét fejezte ki, hogy a tanácskozás tovább erősíti majd az együttműködést a résztvevő országok között. Szerinte a tanácskozás számos innovatív ötlet megszületésének a helyszíne lehet. Verujem da će stručnjaci koji su prisutni u Novom Sadu danas imati dobar dijalog o unapređenju prosvetne saradnje. Kao predsjednica Vlade Republike Srbije želim da naglasim da smo svi svesni da na omladini i njenom obrazovanju leži budućnost i prosperitet svake zemlje. Bez odgovarajućeg sistema obrazovanja nema održivog razvoja ni jednog društva. Mladen Šarčević, szerb oktatási miniszter szintén bízik abban, hogy a párbeszéd előmozdítására irányuló közös munka eredményes lesz. Treba da prepoznamo dugoročnu perspektivu i preduzmemo jasne korake kako bismo utvrdili osnovu naše međusobne saradnje i zajedničkog rada. Ta osnova može izraditi se samo na zajedničkim principima, na prepoznavanju ključne zajedničke teme, definisanju prioriteta i kroz ovakav dialog. A hatékonyabb információcsere érdekében koordinációs hálózatot kell létrehozni az érdekelt országok között, javasolta a megnyitón Dus Hanyuan, Kína oktatási miniszter helyettese. A résztvevőket Dusan Nikolic, a tanácskozásnak otthont adó Újvidéki Egyetem rektorátusának vezetője is üdvözölte. Drago nam je što su Novi Sad i njegov univerzitet prepoznati kao harmonična, tolerantna i inspirativna sredina, u kojoj se mogu voditi konstruktivni dijalozi i razmjenjivati misli i ideje o oblikovanju zajedničke budućnosti. A nemzetközi oktatáspolitikai tanácskozás fő célja az együttműködés erősítése és a korszerűsítés.